Most pedig egy korábbi felvételünk következik, megmutatjuk, hogy hogyan hangzik, de beszélgettünk Berecki Vimával, könnyű zene az Egri Szimfonikus Zenekar közreműködésével. Tavaly augusztus 20-án a szabadtéri koncertre várták a közönséget a Márai Központban. A Symphonic Like-on különböző műfajok, ismert slágerek csendültek fel, többek között Tompos Kátya, Behumi Dóra és Freddy előadásában. Most tábunk utóbbi művész kapta mikrofon végre, lássuk. A helyzet az, hogy volt már egri koncertünk, ezen a helyszínen még nem játszottam. Én azt gondolom, hogy egy gyönyörű városról beszélünk, és ezt nem csak azért mondom, mert most itt vagyunk. Tényleg mondhatjuk, hogy Magyarország egyik égköve. Jobb lenne egyre többet járni, úgyhogy bízom benne, hogy akár kett csinálóként is alkalmas volt ez a koncert arra, hogy akár megfontolják a kedves közönségtagok is, hogy eljönnek majd egy Freddy koncertre, ami esetleg a vonzás körzetben lesz megtartva. Szerintem az egyik, ha nem a legszebb északi középhegység környéki városról beszélünk. Aki járt itt, az én azt gondolom, hogy szép emlékekkel gazdagodott. Nekem a legtartalmasabb itt tartózkodásom az még középiskolai osztálykirándulás alkalmával adott meg, de még mindig emlékszem rá, úgyhogy ezért is mondom szép emlék. Eleve egy különleges dolog annak nekiülni egy kávé mellett, hogy akkor a saját szerzemények közül igazából mi az, ami minőségi táptalajt tud nyújtani, mi az, amit oda lehet adni egy szimfonikus zenekarnak, mi az, ami megél ilyen szempontból, mert azért akárhogyan nézzük a poptól, legalábbis vannak olyan popdolgok, amit nagyon távol és egész egyszerűen nem működik jól, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon izgalmas egy előadó számára, arról nem beszélve, hogy hát azért itt a tempókkal nagyon, nagyon szépen lehet játszani, általában lassítani szoktunk a dalokon, de senki nem dörgüli az órunk alá, hogy hát ez a dalt ismerem, de hát ez ennél gyorsabb szokott lenni, hát ugye egészen más atmoszférát teremt meg egy ilyen óriási, hát itt most például 40 tagú zenekar volt mögöttünk, hátborzongató így énekelni, úgyhogy mondhatom, hogy ilyen egészen utopisztikus élmény volt, mert egy ilyen csettintéssel véget ért gyakorlatilag a két órás koncert. Én egy ilyen nagyon szenvedélyes, őszinte ember vagyok, nyilván ez működik nálam a színpadon is, és be kell, hogy vajon férfiasan, hogy annak okán, hogy idén alig-alig voltak koncertek, az ember háromszor, négyszer annyira izgul, mint úgy egyébként. Mert egész egyszerűen kiestünk a ritmusból, és ezt egy kicsikét úgy kell elképzelni, mint a sportolóknál. Teljesen mindegy, hogy milyen sportágat említek, egy gátfutó, egy sprinter, fél év szünet után, vagy ha a fél évben csak úgy közbe-közbe egyszer-egyszer kocogat, tehát akkor biztosak lehetünk benne, hogy nem úgy fog sprintelni az első versenyen, és ez ad egy ilyen egy plusz drukkot. Arról már nem is beszélek, hogy nyilván semmi sem sikerül pontosan úgy, mint ahogy az ember eltervezi. Itt is benne voltak a bakik, én maximalista vagyok, az ember ilyenkor agyvérzést kap, aztán laposz, hogy jó, mindegy, tehát ezek megtörténnek. Hozzáteszem, hogy nyilván az élőzene varázsa az, hogy néha vannak ilyen dolgok, az ember megmosolyogja, egy-két nap után, vagy az öltözőben már nevetünk rajta. Megteremt egy olyan milliót, hogy az ember a karmesterrel összemosolyog, hogy igen, ez mondjuk ez gyorsabb volt, vagy ez nem úgy kezdődött, vagy rövidebb volt, vagy hosszabb volt. Amit a közönség nem érez, viszont a reakció az viszont végtelenül emberi. Tehát utólag mindig megnyugtatom magam azzal, hogy azért így is be tudjuk bizonyítani azt, hogy nem robotok vagyunk, hanem érző emberek, akik szenvedélytől túlcsordulva felállnak a színpadra, és hát néha van ilyen, be kell valami agyvérzést kapok minden egyes hibától, amit elkövetek, de ez hozzátartozik, ezt nem lehet kizárni. A nap végén nem ez marad meg, hanem az, hogy itt Egerben csodálatos közönségünk volt, Még a moderátor hölgy is kiemelte azt, amit valóban mondtam, hogy nem vagyok ehhez hozzászokva, hogy meghajolok, lemegyek és aztán visszatapsolnak. És le kell, hogy szögezzem, és nem tudok elmenni szó nélkül amellett, hogy azért ez egy elképesztően eklektikus műsor volt. Tehát aki ezt végighallgatta, én először, amikor megláttam
a dalokat, akkor azt mondtam, hogy te szentséges úristen, hát igazából most akkor merre tartunk? Hiszen ugye Edith Piafonát olyan dalok voltak, amik aztán egyáltalán nem összeegyeztethetőek semmivel, amit én ma színpadra vittem. Ez sikerült úgy tömbösíteni és blokkosítani, hogy ezek igenis működjenek, ez az egyik. A másik pedig az, hogy a közönség az úgy fogadta, mint hogyha pontosan tudta volna, hogy egyébként mire érkezik, és ez nekünk egyrésztről dicsőség, másrésztről pedig hatalmas önbizalmat ad ugye a következő daloknál, hogy hát gyerekek, itt csodálatos közönség van, és nekik nem kell lyukat beszélni a hasukba, hogy hát ez a dal ez azért jó, meg régi, meg még mindig szép, hanem egyszerűen azt láttuk, hogy élvezik ezt az egészet, és még valami a közönséggel kapcsolatban, lehet úgy is élvezni a koncertet, hogy az ember ücsörög, és nem feltétlenül tapsolja végig. Tehát biztosan mutatok majd olyan képkockákat, hogy a közönség sorait mutatjátok, és a dal közben nem feltétlenül mozgolódnak, nem feltétlenül voltak aktívok, de ez nem azt jelenti, hogy nem figyelnek és nem élvezik a zenét, mert minden egyes dalt követően tapsvihar várt minket is, illetve a zenekart is. Ez valami elképesztően csodás érzés számunkra. Az a maximum, amire törekszem, hogy a tudásom legjavát adjam, az valamilyen úton, módon bennem azt eredményezi, hogyha valamit tökéletesen előadok, akkor én azt tartom a standardnek. És innentől kezdve, ugye általában a saját szememben valahogy mindig elmaradok ettől a dologtól. Aztán persze utána jönnek ilyen kihozanító dicséretek, ami végtelenül jól esik, hogy így még nem hallottam ezt elénekelni, vagy ilyesmi, és akkor az ember, tényleg, és nagyon, ezeknek az ember nagyon örül. De az emberben ott van benne, hogy én ezt tudom ám ennél még jobban. Amikor leállítom az autót, akkor valószínűleg az fog bennem megmaradni, miközben kipakolok az autóból, hogy életemben először egy dal után a műsor közben visszatapsoltak a színpad. Tehát a karmester zavart vissza, mert igazából nem értettem a jelenséget. Tehát én szépen leültem a helyemre, hogy jöhetnek a többiek, és ott jött, hogy menjél vissza. De hát nem is én jövök, tehát nem is esett le a dolog. Ez a legkedvesebb élményem lesz erről a nyárról, valószínűleg ezt nehéz lesz überelni, és hát boldog vagyok, hogy ez is megtörtént már velem. Vissza szoktam magam nézni, de nem mondom, hogy mindig, mert valamikor annyira zavar, hogy elrontottam valamit, és pontosan tudom, hogy ott van, hogy egyszerűen képtelen vagyok hallgatni, mert az ember hallja, és azt mondom, hogy és ne, egy picit, ez minket zavar, énekeseket ez zavar. De nagyon, nagyon ritkán van az, amikor azt mondom, hogy na ez tökéletes volt, de akkor annak nagyon örülök. Tényleg ritkán van, amikor azt tudom mondani egy elénekelt dalra, hogy na ebben semmilyen, nem változtatnék rajta semmit. Vannak olyan színpadok, amikor az énekesek nagyon nehéz dolga van, mert annyira hangos a színpad, hogy nehéz benne tájékozódni. Ilyenkor az ember azért a belső hallására próbál hagyatkozni, emlékezetből, izomreflexből dolgozva énekli a dalokat, és akkor utána természetesen visszahallgatom, és akkor a másnap akkor levonom a következtetést, hogy jól működött a belső fülem az esetek 90%-ában. Természetesen itt egyáltalán nem közönség fülének zavaró dolgokról van szó. Itt olyan zenekari dolgokról van szó, amit mi a buszban érzékelünk, zenészek érzékelünk, hogy oké, és aztán legyintünk rá. De én ezeket is szeretném kicsiszolni, mert olyan énekes szeretnék lenni, aki egész egyszerűen végtelenül a keveset hibázik. Fúzió zenéket nem annyira szeretem. Én azt gondolom, hogy egy blues rock az már nem számít fúziónak. Kifejezetten nem szeretem, például ha már mi ketten beszélünk, hogyha népdalokat kezdenek el modernizálni, és akkor szépen megcizelálni, meg megrángatják, mint ha valami R&B dal lenne, hideglelést kapok tőle. Egészen egyszerűen vannak olyan dolgok, amik stílusidegenek, és az igényességnek véget vetnek, hogyha az ember egy adott ponton azokat ötvözi. Úgyhogy nem annyira vagyok a híve annak, hogy valamit nagyon boronáljunk össze. Ez egy különleg, tehát én ezt nem sorolom oda. Mert nem is fúzióként fogom ezt fel, valahogy egészen más. Én ezt egy ilyen egészen más köntösnek érzem. Ezt egy kicsit úgy érzem, mint amikor valami át van hangszerelve, átlényegül a dal,
de nincsen azért kifordítva saját magából. Talán mondhatom azt, és nem tűnik arrogánsnak, hogy most hogy profik vagyunk mind a hárman, mert nem volt időnk ezt próbálni. Tegnap lett volna igazából az első próba, nekem hát idézőben sajnálatos módon egészen mást kellett csinálni, tévés megjelenés volt szintén, teljesen ellehetetlenült, hogy ide érjek a próbára, úgyhogy ezúton is hálásan köszönöm a zenekarnak, a szimfonikus zenekarnak és a kamarazenekarnak egyaránt, hogy a mai nap folyamán egy órával korábban érkeztek azért, hogy az én dalaimat gyorsan megnézzük, ma délután gyorsan megnéztük a Dórival a duettet is, igazából erre ennyi időnk volt, szerkezeteket beszéltünk meg, hogy fog hangzani a dal, és igazából erre készültünk fel. Sajnos most az nem adatott meg, hogy 3-4 napon keresztül több órás próbákon tökéletesítsük ezt az egészet. Én úgy gondolom, hogy ezt a közönség nem érezte, hogy mi nem tudtunk hetekig próbálni erre az egész. Erre mondtam azt, hogy profik vagyunk, tehát ha megbeszéljük azt, hogy milyen dal lesz, mely szerkezet, milyen hangnem, akkor fel tudunk készülni, és itt igazából már csak összefésültük a dolgokat. Szerintem sikerrel. Vegyesen kezdtük el összehozni a műsort alkotó daloknak a lajstromát. Kaptunk javaslatokat is, és tekintettel arra, hogy már volt szerencsém szimfonikus zenekarra dolgozni, én is pontosan tudtam, hogy melyik dal az, ami egyébként könnyen hangszerelhető szimfonikus jelleggel, és még tényleg jól is áll neki. Ebben aztán egyébként nem is volt semmilyen nézeteltérés a Mátéval. Ők is küldtek egyébként javaslatokat, ebből igyekeztünk szemezgetni. Én arra kértem őket, hogy valahogy oldjuk meg azt, hogy én tehát saját magamat azért tudjam felhozni olyan szempontból a színpadra, hogy ne meghasonulnom kelljen, hanem hogyha feljövök, akkor bármennyire is nem saját dalt énekelek, azért valamennyire hozzám csatlakoztatható legyen, akár a hangszín miatt. Gondolok itt például a Steven Tyler dalra, hogy az nyilván az embernek a hangszíne miatt valamelyest fekszik, és így azt éreztem, hogy hiába nem csak saját dalokat énekelek, azért én is önazonos tudok benne lenni. Szeretek közbe-közbe puhán is énekelni, a Sting dal az erre volt, szerintem egy szép példa. Úgyhogy azért nem kellett sokat szkanderozni, hogy ki melyik dalt szeretné, ezek felett pillanatok alatt megjegyezni. El kell, hogy mondjuk, és nagyon boldogok és büszkék vagyunk arra, hogy a szervezők nem akarták elengedni ezt a rendezvényt, és természetesen a szabályokat betartva és annak minden aspektusának megfelelve azt mondták, hogy akkor helyezzük át, akkor valahogy ezt tartsuk meg, akárhogy is nézzük, ezt én is ugyan most tudtam meg, hogy már a 6. esztendő, hogy folyamatosan, illetve folyamatban meg van rendezve ez a, nevezzük akkor Symphonic Like-nak itt Egerben, és hogy ezt nem engedték el. Úgyhogy mi előadók is, én azt gondolom, hogy a Dóri és a Kátya nevében is mondhatom, hogy nagyon örülünk, mert az idei év az végtelenül nehéz nekünk, te is tudnál erről is beszélni, úgyhogy így, hogy ráadásul párját ritkító koncertről beszélünk több szempontból is, hiszen ahogy ezt a koncerten is mondtam, én azt gondolom, hogy minden előadónak, minden énekesnek kiváltsa egy szimfonikus zenekar előtt énekelni. Hát arról nem beszélve, hogy ugye idén azért nem dúskálunk az ilyen lehetőségekben, úgyhogy még egyszer hálásak vagyunk mindenki nevében a szervezőknek, hogy igenis kitartottak, amely valamilyen úton, módon, de azért ez legyen megtartva.